megerősítené a hacker támadások elleni védelmét az Egyesült Államok, jelentette be Barack Obama a virginiai Arlingtonban. Az elnök elmondta, a kiberbiztonságot megerősítő törvényjavaslatot készítenek elő. Épp a minap feltörték a hadsereg Twitterét és YouTube csatornáját, emlékeztetett az Egyesült Államok elnöke. Eddig úgy tűnik, az eset katonai műveleteket nem érintett, titkos információk nem kerültek ki. Folyik a nyomozás, de ez emlékeztető, hogy a kibertámadások valós veszélyt jelentenek. Az iszlám állam szimpatizánsai törték fel a hadsereg központi parancsnokságának közösségi média fiókjait, és ott néhány óráig az ő üzeneteik voltak láthatók. A gyanú szerint észak-koreai hackerek álltak a kibertámadás mögött, mely során a Sony Pictures belső levelezése és be nem mutatott filmek is kiszivárogtak tavaly.